Nem csak a barokk esküvőről szólt a korszakot megidéző hétvége Győrben, hiszen számos egyéb programon is részt vehettek az érdeklődők. Többek között az Arabona részfúvós kvintett is színpadra lépett, Szvitek és táncok címmel készültek egy koncerttel, amely a muzsika minden évszázadából adott egy kis ízelítőt. Különböző darabokból, operákból is szoktak szvittet írni, úgyhogy egy olyan egyveleget fogunk itt játszani, ami nem pusztán barokk, de ez is volt a kérés, hanem reneszánszal kezdünk, és egészen az 1970-es, 80-as évekig fogunk eljutni. A pontos meghatározás szerint a szvit különböző jellegű tételekből álló hangszeres mű, leggyakrabban tánc tételek párokba állított sorozatából áll. A koncerten a klasszikusok, például Bach és Handel mellett magyar darabokat is játszott a zenekar. Először reneszánsz táncokat hallottak, és nem véletlenül magyar táncokat, mert általában, amikor mi játszunk, nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, hogy magyar darab is legyen mindig a tarsolyunkban. És hát ezt egy Farkas Ferenc nevű magyar zeneszerző és egy olyan csodálatos ember írta át, aki nagyon-nagyon sokat hangszerelt részfúvósokra. A koncerttel tehát a közönség egy újabb szeletet is megismerhetett a 14. és 17. század közötti időszak művészetéből, amely nagy sikert is aratott.